sie so gerne tanzen, wenn er flotte Musi spielt. Ja, weil man da im Herzen gleich ein kleines Krippen spielt. Imádom hallgatni a hegyi patakok zúgását. De a hegyi patak akkor az embernek a pisztráng jut eszébe, és azt ígérte a szálloda séfje, hogy egy igazi pisztrángot fog nekünk majd sütni ebédre. Hát kíváncsi vagyok, milyen lesz. De azt nézem, hogy már elő is készült. Ó, gyönyörű pöttyös pisztrángot. Na nézzük, mi lesz a helyi specialitás. Na, hogy készül Anna Bergbe az igazi pisztráng, az a helyi séf Robert fogja nekünk megmutatni. Szervusz, üdvözöllek. Hogy készül itt nálatok a pisztráng? A pisztráng az egész egyszerűen készül. Tulajdonképpen én csak sót meg bors használok, és fokhagymát. És a kicsit bedörzsölött fokhagymával a belsejét, hogy ilyen ízt kapjon? Igen. És mivel sütöd? Roston? Roston sütöm. Igen. A lényeg az, hogy vajat használok, nem pedig olajat. Vajjal. Hát mondjuk azért az az igazi. Hát akkor lássunk hozzá. Lássunk hozzá. Gyönyörű böttyös pisztránk van. Honnan van ez, helyi? Vagy ez úgy ilyen... hozzák, nem tudod? Helyi? Igen. Többen azt hiszik, hogy be kell írdalni a halakat, de a pisztrángot halálos vétek. Amikor roston sütjük, érdemes egyben hagyni. Látom, egy kicsit lepirítja Robi a vajat, hogy kapjon egy kis speciális fűszeres karamell ízt. Ízbe mártod. Mindenhol, megkapja a liszt, az az igazi. Rásül a hal leve, és igazi ropogós pörzsanyagokat kapunk. Te egyébként itt a szállodában, amikor főzöl, osztrákul vagy magyarul főzöl, milyen ízeket csinálsz? Osztrák, megpróbálok osztrákul főzni, viszont el akarok mondani egy kis magyar ízeket. Hogyha hogy egy mondatban össze kéne foglalni, szerinted mi a nagy különbség az osztrák és a magyar ízek között? Mi egy kicsit fűszeresebben főzünk. Ők inkább az eredeti, természetesebb ízeket kedvelik, úgy tűnik. Egy másik helyi specialitást kapok levesnek, ez a frittáten szuppe. Hát ez tulajdonképpen egy petrezselymes palacsinta tészta van a csontlevesbe belevágva. Na nézzük, hogy milyen. Ausztriában leves után rögtön a saláta következik. Ők nem cukrozzák úgy meg a salátákat, mint mi, hanem csak a természetes ízeiben meghagyják. Már a szálloda séfje azért egy kis joghurtos öntetet azért készített nekem hozzá. És milyen érdekes, hogy a sárga dinnyén nem pármai sonka van, hanem természetesen alpesi sonka. Na kóstoljuk meg, hogy ez így finom-e. Köszönöm szépen, nagyon kis gusztusos ez a kis pisztrángunk. És még egy kis fűszeres vajat is kaptam rá, kitűnő. Finom lett. És természetesen pisztránkhoz mit érdemes inni? Egy jófajta rizlinget. Remélem az lesz, majd kiderül. Köszönöm. Ó, kitűnök, kérek, bitesen.